Egy hónap telt el, de a newtowni iskolai vérengzés sokja mégsem múlik Amerikában. Az érzelmeket felkorvácsolja az is, hogy ismét erőre kapott a kisgyerekek tragédiája után elcsendesült fegyverlobbi. Tegnap Joe Biden alelnökkel egyeztettek, majd közölték, elfogadhatatlan a fegyvertartás szabadságjogának szűkítése. Ha békét akarsz, készülj a háborúra. Tartották a rómaiak. Így vélekednek ezek az amerikaiak is. Szerintük a fegyverkezés, és nem a lefegyverzés a hatásos eszköz az erőszak ellen. Arnold Schwarzenegger filmsztárként az erő jelképe volt, republikánus kormányzóként pedig a szabad fegyvertartás szószólója. A newtoni lövöldözést követően visszafogatlan. Amikor új filmje kapcsán a legutóbbi iskolai tragédiáról kérdezték, azt mondta, jobbítani kellene a szülői nevelést, az oktatási rendszert, az iskolai biztonságot és így tovább. Majd kijelentette, hogy felelős társadalomban élünk, ezért nem szabad a problémákat megválaszolatlanul hagyni. Michael Moore 11 éve mutatta be a Hol a puska sült krumpli című filmjét a Columbine középiskolában 3 évvel korábban történt vérengzésre. A fegyvermániásnak beállított amerikai jobboldalt minduntalan támadó filmrendező most újfent erőszakosnak nevezte az amerikai társadalmat. Magunkba kell fordulnunk és példát kell vennünk az önkorlátozó kanadaiakról, mondta a rendező, majd közölte, hogy nem akar újabb filmet az erőszakról, mivel 1999-es műve még mindig aktuális. Newton sokja után a Demokrata Párti Obama adminisztráció nem kívánja megvárni, amíg a kanadaiak szelíd természete elterjed az Egyesült Államokban. Fegyverkorlátozást akarnak most. Ám nekik is van egy latin mondásuk a korrektség jegyében. Hallgattassék meg a másik fél is. Az alelnök folyamatosan egyeztet a fegyvertartás szigorítását támogató és ellenző csoportokkal egyaránt. A kormány cselekedni akar, mert az elnök szavával élve, ha csak egy életet sikerül megmentenünk, akkor is megéri, mondta Joe Biden. Az idő sürget, még ebben a hónapban Obamának konkrét elképzeléseket kell a kongresszus elé tárni. De mint az alelnök mondta, az elnök tetrekész, viszont még nem döntötte el, miként.